Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a jelenlévőket, a képernyő előtt ülőket, és azokat is, akik majd később fogják nézni az adásunkat. Mai beszélgetésünk témája a Betlehemtől a karácsonyfáig. Ez térben, időben egy elég tisztességes nagy távolság. Járjuk be közösen. Járjuk. Három blokkra gondoltam osztani a beszélgetésünket. Először egy keveset beszéljünk Betlehemről, utána magáról, az ünnepről, a szokásokról, a tradícióról, és végül a karácsonyról. A Biblia egy nagyon rövid tudósításban ír arról, hogy nagy Heródesnél megjelent három titokzatos ember, illetve megjelentek titokzatos személyek, nem három, nem tudjuk mennyi, és keresték a zsidók királyát, tehát ez tisztességesen kivette a biztosítékot Heródesnél, ugyanis ő úgy tudta, hogy ő a legitim király, még a rómaiak szerint is. De nem ebbe az irányba vinném a beszélgetést, hanem hogy kik lehettek ezek a személyek, ugye, mert a Biblia azt írja, hogy bölcsek. A népit úgy tudja, hogy királyok voltak, mágusok voltak, innen-onnan jöttek, van, aki azt mondja Mezopotámiából, van, aki azt mondja Pártusoktól, Perzsiából. Mi volt a tisztségük? A Biblia annyit ír, hogy mágusok, magolyok voltak, ami nem a mai értelemben vett mágus, hanem perzsa főpapi tisztség volt, tehát papok voltak elviekbe. Kínai keresztény testvéreink úgy tudják, hogy a Han dinasztia egyik vezető csillagásza volt, aki idehozta őket. Ezeket azért mondtam el, hogy mennyi minden kapcsolódik ehhez a rövid tudósításhoz, és tulajdonképpen a kérdésem erről szólna, hogy mi lehet amögött, hogy mi folyamatosan kiegészítjük a Bibliát, és hogyha a Bibliába már ez a rövid kis történet bekerült, már pedig azt tudjuk, hogy feleslegesen semmi nem kerül bele a Bibliába, annak valamilyen üzenete van. Tehát, hogy szerintetek mi lehet ennek a rövid történetnek az üzenete számunkra, illetve hogy miért színezi ki ezt ennyire a nép? Hát én erre nem tudok neked válaszolni. Azért kérdeztem. De azt tudom, hogy Gáspár Menyhért és Boldizsár volt a három király, legalábbis József Attila szerint. És fogalmam sincs róla, őszintén megmondom. Sokkal fontosabbnak tartom, hogy itt, amikor testé lett az ige Jézusban, akkor az Istennek egy beavatkozása és meglátogatása történt, sőt a legnagyobb beavatkozása és a legnagyobb meglátogatása történt az emberiség történetében. Ugye azt mondják, hogy nevezd a nevét Jézusnak, Józsué, Jeshua, ami azt jelenti, hogy szabadító, tehát hogy Isten egy szabadítót küldött el. Aztán azt mondja, hogy Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát én a napkeleti bölcsekről sokat nem tudnék mondani, de ennél szerintem sokkal fontosabb az, aki akkor született meg, és ráadásul nem egy templomba jött, még csak nem is a jeruzsálemi templomba érkezett, nem egy zsinagógába érkezett, nem valami előkelő házba érkezett, hanem ugye köztudottan a marhák közé jött, meg a barmok közé jött, hogy megváltsa őket, már nem azokat a marhákat, hanem a másikakat. Azt mondja ott a Lukácsban, hogy született nektek megtartó, messiás, megváltó, és utána később a végén pedig ugye már János mondja, hogy íme az Istennek a báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. Tehát a számomra ez az egész történet, ez a betlehemi történet arról szól, hogy az Isten megkönnyörült az emberen, az ő eleve akaratából, és elküldte a saját fiát, az Isten maga emberré lett, megjelent, és bemutatta azt, hogy kicsoda valójában az Isten. Tehát a betlehemi bölcsekről, napkeleti bölcsekről ne ennyit tudnék mondani. Hát én azért annyit elmondanék róluk szerintem, hogy mivel pogányok voltak, és én teljes szívemből hiszem, hogy a bibliai leírás szerint egy isteni kijelentés sugallatra alapján tették meg ezt a hosszú utat, akármennyire is hosszú vagy nem hosszú volt, ami azt jelenti, ami a proféciában, Jézusra vonatkozó proféciában is benne van, hogy a pogányok is ő általa nyernek üdvösséget, és én hiszem azt, hogy ez a három ember valahol szimbolizálja azt a megjelenést, hogy az üdvösség Jézus Krisztusban nem csak a zsidók számára, hanem a pogányok számára is elérkezett, és valóban az, hogy most kik ők, és honnan, és hogy hogy álltak a csillagok, meg hogy vezette, meg hogy állt meg a házfölök, meg hogy nem állt meg. Ez ott van a Bibliában, tehát tiszteljük és elfogadjuk az igének minden szavát, és úgy gondoljuk, hogy emögött tényleg az van, ugye ahogy a Feri is mondta, hogy annak az Immanuelnek és annak a Messiásnak, még a
kis csecsemőkorban lévő messiásnak tettek tisztességet, aki az Istentől van. Egy dolgot kell tudni, hogy ez a pici kis csecsemő, aki ott volt a jászolba, ez semmiben nem különbözött az összes többi zsidó kisfiútól, aki akkor született. És csak kijelentés által lehetett tudni azt, hogy ő valójában... Nem volt fölötte glória például? Nem volt fölötte glória, nem volt semmi, sőt úgy tűnik, hogy még egy megaláztatottabb helyzetben volt, mint a többi kisfiú, aki esetleg jobb körülmények között született, vagy látta meg a napvilágot. És csak kijelentés által lehetett azt megérteni, és azt megtudni, hogy ő mégsem egy ezek közül a kisfiú közül, hanem ő az Istennek ez a bizonyos felkentje. És ezt akár a napkeleti bölcsek, akár a pásztorok, akár a templomban szolgálók, ők mind isteni kijelentés által tudták ezt a megkülönböztetést megtenni, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy a proféta asszony mellett, vagy a proféta mellett ezek a napkeleti bölcsek is kaptak erről egy olyan kijelentést, ami valóban nagy dolog volt. Tulajdonképpen egy pillanat, ezért kérdeztem meg, és visszatérve a glóriára, meg a környezetre, mi, amikor képeken látjuk ezt a jelenetet, valami nagyon tiszta istállót látunk, de most gondoljunk bele azért, milyen szagok lehettek ott, milyen higiénia lehetett ott, az a Közel-Kelet egyik istállója volt, ami nem arról volt híres, hogy a higiéniát és a higiéniáról és a jó illatukról, tehát tényleg egy volt a sok közül ez a kisfiú, és tényleg nagyon jó volt, amit mondtál, nagyon tetszett, hogy a kijelentés által lehetett ezt látni. Igen. Bocsánat, Zoli, hogy itt közbevettem. Én még annyit mondanék, hogy azért ez meglehetősen meg volt koreografálva ez az egész történet. Tehát, hogy oda kellett menni, akkor oda jöttek ezek a napkeleti bölcsek, akkor ott ajándékokat adtak, akkor angyali seregek jöttek, és azt mondták az angyali seregek, hogy dicsőség a mennyben az Istennek, és békesség az embereknek. Tehát itt egy olyan mennyei meglátogatása történt az emberiségnek, hogy hát a messiás érkezett el, amire amióta ember van a Földön, azóta mindenki várt. Ahogy most mondod, komoly logisztika lehetett mögött, tehát azért hány kilométerről jöttek a bölcseknek, ha legközelebb Babilonból jöttek volna, akkor is 1000-100 kilométert kellett megtenni, tehát időbe kellett elindulni, hogy ők pont odaérjenek arra az időszakra. Beszéljünk az ünnepről, ugyanis ezt ünnepeljük, itt van a nyakunkon a karácsony, a bevásárlásával, meg mindennel együtt. És felteszem a kérdést, hogy egyáltalán minek az ünnep? Kell-e ünnep az embernek? Főleg itt most a 21. században, itt a posztmodern korban nem pihenésre van inkább szükségünk, mint ünneplésre? Honnan neved egyáltalán az ünneplés? Ez érdekes, mert Zoli barátunknak ezzel kapcsolatosan nagyon komoly nézetei vannak, és én örülnék, hogyha itt kapna lehetőséget most erre, mert... Jó, én hagyd kezdjem el azzal, hogy igen, én azt gondolom, hogy az ünnepeket Isten találta ki, és isteni rendelés szerint volt, már az Ószövetségben is olvassuk, és ez összefügg a pihenéssel. Összefügg a pihenéssel, összefügg a közösséggel, összefügg a családnak és a közösségnek az összetartó erejével. Ez igenis óriási erőt is képvisel, és megvan a veszélye annak, hogy amikor az ünnepet túlhangsúlyozzuk, és már elvész a lényege az ünnepnek, a miértje, hogy akkor valóban egy ilyen szimbólum lesz csak, ami kiüresedik. És tartalom nélkülivé válik, és nem véletlen, hogy Isten azt mondta minden sabatkor, hogy emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, kihozott téged Egyiptomból, és igen, és ezt újra és újra gondold végig, ugyanakkor 6 napon át munkálkodj, és a 7. pihenjél, és legyél együtt a családoddal, és egyetek, és igyatok, és érezzétek jól magatokat, ez egy hatalmas erő is. Na, ennyit csak így felvezetésként. És ezt a csillagokat is azért adtak, hogy mutassák az ünnepeknek a... Az már teremtéskor így van. Igen, ugye én egy kicsit földhez ragadt ember vagyok, úgyhogy én gondolkoztam ezen, hogy egyáltalán szükség van-e ünnepekre, és hát ugye elsőre én azt mondtam volna kategorikusan, hogy nem, szerintem. De hát ugye Isten is alapított ünnepeket, meg ha megnézzük, minden társadalomban vannak ilyen nagy nemzeti ünnepek, és ráadásul az a furcsa, hogy körülbelül ugyanannyi darab. Tehát ugye mi már értünk több politikai rendszerben,
A szisztémájuk is hasonló, van a gyerekeknek szóló ünnepek, meg mit szervezetek, meg mindenféle, és a darabszorára is évente körülbelül nagyjából hasonló darabszámú nagy ünnepek vannak. Úgyhogy lehet, hogy a kategorikus nem az kicsit erős lenne. De aztán azon gondolkodsz, hogy miért gondoltam, hogy nem. És akkor igazából én talán azt mondanám, hogy a kiüresedett ünnepekre nincsen szükség. És hát ugye akkor meg az a kérdés, hogy mitől lesz egy ünnep kiüresedett. És meg vagy hogy lehet azt úgy ismét nem kiüresedetté tenni. Tehát, igen, betöltünk. Mert igazából még ugye nagyon furcsán vagyunk mi emberek összerakva, a legnagyszerűbb dolgot is ki tudjuk üresíteni pár év alatt. Tehát első évben fantasztikus, megszabadultunk, és akkor nagy örömünnep, de hát az ötödikre már mindenki unja a banánt, és akkor kötelességből mennek el, kötelességből öltöznek fel szépen. És hát ugye ez egy jó kérdés, hogy lehet-e parancsra örülni például. Ugye mi az ünnep? Hát én nem vagyok se filozófus, se semmi. De hát valahogy azért az örömmel, valahogy összefügg, bár van gyászünnep, de azért az kicsit az olyan fura. Igen. Tehát az ünnep, az valahogy meg kell különböztetni, vagy a napot a többitől, tehát valahogy kiemelkedik, de valahogy az örömmel összefügg, és hát ugye azért, ahogy az ember így mozog a világba, azért ezeket a kötelező ünnepeket sokszor ez az öröm része, az átélés, ez hiányzik, ugyanúgy, ahogy a május 1-i felvonulásból is azért az ott résztvevők nagy részéből azért hiányzott a spontán öröm, de ezt a vallási ünnepekben pontosan ugyanígy megvan, hogy kiüresedik. És hát négyről ne is beszéljünk. Hát igen, tehát nyilván lehetne sorolni, de ugyanígy érted, a házasság is olyan, hogy eleinte boldog vagy, meg a egekbe vagy, hogy hozzád jött a házastársad végre, és akkor az is úgy el tud laposodni, mint a húzat. Én mégis nem tartok jelen. Nem, de én most nem azért mondom, hogy beszéljük innen is Zsuzsit. És nem azért mondtam, hogy a tiéd vagy az enyém ilyen, de nagyon könnyen elformalizálódik valami, és utána az csak egy kényszer lesz, amit az ember utál, és legszeresebben nem csinálná meg. És hát ugye ez talán rajtunk is múlik, hogy én gondolkoztam ezen, hogy ezt, hogy lehet ezt a problémát kezelni, mert ugye itt, hogy élünk ebben az országban, bizonyos ünnepek azok adottak. Tehát a karácsonykor, meg mit tudom én, egyszerűen nem elérhetők az emberek, mert a családjukkal vannak, és aki ebből valamiért kiszorul, meg nincsen családja, vagy elvált, vagy mit tudom én, rengeteg oka lehet, akkor ő kirekesztetnek érzi magát, és azért az ünnepnek van egy nagyon erős ilyen aspektusa is, hogy nagyon sokan nem az öröm oldalát élik át, hanem azt, hogy ők ki vannak rekesztve. És ugye ezen gondolkoztam én is, meg hát én sokszor így vagyok különben még az ünnepi istentiszteletekkel is, hogy nekem túl formálisnak érzem, lehet, hogy az én készülékemben van a hiba persze. És hogy gondolkoztam azon, hogy hogy lehetne ezen segíteni, és ugye egy kicsit hasonló helyzet, mint amikor valakinek nincs elég pénze az életéhez, és akkor két út lehet, vagy el kell spórolni a költségein, vagy megpróbálja valahogy a bevételeit emelni. És akkor ugye ebben a helyzetben, mondjuk ebben az ünnepi dologban is, hát most vagy én kivonulok a világból és mindenkire haragszom, vagy pedig hát megpróbálok valahogy értékké valamit találni, hogy számomra is öröm legyen az az ünnep, ami hát nyilván nem könnyű, hát ezen biztos agyalni kell. Vagy szeretek valakit, és azért megcsinálom azt, amit én magamtól nem csinálnék meg, de mivel neki fontos, és őt meg szeretem, ezért megcsinálom, ugye lehet egy ilyen oka, és ez is már mindenképpen szerintem érték. Vagy mit tudom én más, hogy lehet, hogy mindenki a karácsonyt ünnepli, de még azzal ünneplem, hogy összerakok valami modellt, amit én szeretek, vagy mit tudom én, egy mozdonyt, igen. Hogyha nincs másra lehetőségem. Szóval lehet ebből talán kijönni is, de azért ez az ünnep, ez nem mindenkinek öröm, hanem van, akinek ez egy veszteséget él át ekkor, és hát rájuk is valahogy, nekik is valahogy kéne ki utat találni. Hát igen, mert ugye karácsonykor az öngyilkosságoknak a száma ugrik egy jó nagyot előre. Helytörg ezt most. Bocsánat, ezt már cáfolták, most három tárt alatt itt is olvastam. Na rendben van, ezt is hallottuk. Én arra, de igaza van, abban teljesen szerintem a Zolinak, hogy ki van tűzve az időpont, és itt munkaszüneti napok vannak, és ezzel valamit ugye kezdeni kell egy ilyen helyzetben. De én azon gondolkodtam, meg hát ugye erről te biztos sokkal többet tudsz, hogy,
hogy tudott ez úgy alakulni, hogy ebből a ugye a december 24-e vagy 25-e az a leghosszabb éjszaka, és onnantól kezdve jön a világosság, növekszik, idáig még megyünk be a sötétségbe, és onnantól majd a világosságba, hogy ebből, meg a fenyőünnepből, ebből hogy sikerült a názáreti Jézusnak, a Messiásnak, a Krisztusnak a születésnapját megcsinálni, aki hát, ha egy dolog biztos, vagy legalábbis nagyon valószínű, hogy hát nem ekkor született. Mert hideg van ilyenkor Izraelben is viszonylag, és a pásztorok nincsenek én a legelőn, már pedig az írás azt mondja, hogy kint voltak a legelőn. Tehát vagy előtte, vagy utána, de valószínűleg vagy inkább előtt, szóval nem ebben az időpontban lehet. Következő kérdések elé mentél, de nagyon jó egyébként ez. Tehát ez egy külön érdekesség, hogy hogy sikerült ezt a napi egyenlőségi ünnepet így megkeresztelni, mert ugye a pogányok gondolom ezt ünnepelték, bizony. Nyakra főre, és akkor gondolom valamelyik okos császár vagy püspök elrendelte, hogy hát tegyük erre a napra akkor a Krisztusnak a születésnapját, és akkor legyen ebből ez. Nem vagy, de mi volt? Te jobban tudod? Nem ezt? Pontosan így volt. Egy alternatíva egyébként az nem véletlen választás, hogy 25-ére lett, de rosszul számolták ki. Volt egy atya, aki leírtam egyébként, de szerintem nem menjünk bele ennyire az egyház történelembe. Tehát először is rosszul számolták ki, azóta valóban így van, ahogy mondott, hogy bármikor lehetett, de nem ekkor volt, és valószínű, hogy 4-5 vagy 7-8 évvel korábban történt. És pont erről lett volna a kérdésem is, hogyha tudod, hogy nem ekkor történt, mert most már internet korában ezt egyértelműen tudjuk, miért ünnepeljük mégis ekkor? Egyáltalán egy 100-1000 éves hagyományt szabad-e felrúgnunk, vagy számít-e az egyáltalán, hogy pontosan mikor volt? Igen, én az előző kérdéshez is, bocsánat, és akkor most már az újra is reflektálva, hogy igen, én azt gondolom, hogy nem az a fontos az időpont elsősorban, nyilván ezen vitatkozzanak, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tényleg a Zolinak a felvetésére szeretném reagálni, hogy van-e szükség erre egyáltalán, és hogyha szükség van erre, akkor miért van, és hogyha van rá szükség, akkor meg hogy tudjuk megoldani azt, hogy például aki nem tud ünnepelni, hogy az mégis magáénak lássa, és a magáénak tudja. Ugye én egy klasszikusan protestáns családba felnőve, nagyon érdekes dolog, hogy egészen más a megközelítés. Számomra ezek az ünnepek, vagy ezek a napok, ezek kimondottan szeretetről, megértésről, családi egységről szólnak, még ha nem is mindig tudtuk ezt így megélni. Tehát simán voltak nagy veszekedések és nagy kirohanások. Talán pontosan azért, mert az ünnepnek az elközelettével egy ilyen felspanolt állapotban volt, és szerintem ez ma meg még sokkal inkább látszik az emberekben, és ugye ironikusan mondjuk kívülről, hogy a szeretet ünnepén a legtöbb gyűlölködés van az utakon, meg a bevásárlóközpontokban, meg stb. De ez semmit nem von le abból az értékből, hogy igenis én azt gondolom, hogy mindegyikünknek valahol szükségünk van, és nagyon jól fogalmaztad, hogy esetleg te úgy éled ezt meg, hogy összeraksz egy mozdony, tehát nem abban éled meg, amiben mondjuk esetleg én vagy az én környezetem éltük meg. De én nagyon emlékszem, hogy a vad kommunizmus idejében is azért a karácsony az mégiscsak karácsony volt, akkor mégiscsak azért rengetegen voltak, akik a Jézuska, meg a betlehemezés, meg az éjféli mise, meg a nem tudom mi volt, de nagyon-nagyon sok családban azon mégiscsak eljutott az a hír, ha lehet így mondani, hogy azért ez a Jézus, ez mégiscsak valaki volt, ha csak ilyen szinten is. És ezért én azt gondolom, hogy ennek már akkor volt eredménye, és én ezt abban láttam már gyerekkoromban is, hogy valahol az egész Földön ebben az időszakban, most meg talán egyre inkább, jó, eltekintve egy-két muszlim és egyéb országot, tehát most egy óriási meghittség és egy olyan valami övezi, és én teljesen értem a Zolinak a hozzáállását, csak én próbálom másik oldalt oda tenni, hogy igenis van ennek nagyon pozitív és pozitívan felhasználható, vagy pozitívan kihasználható oldala is a számomra. Mindenképpen az volt, és nem csak azért, mert hogy ajándékot kapunk, hanem azért, mert egyszerűen érdekes volt gyerekként például megélni azt, hogy a szüleimnek az a
az a várakozása és az, ami bennük volt az egész ünneppel kapcsolatosan, hogy az önmagában teremtett egy olyan atmoszférát, és ebben része volt az is, hogy nem kellett elmenni dolgozni, hogy szabadság volt, hogy otthon tudtunk lenni, több napot is otthon tudtunk lenni egyszerre, és ez egy nagyon nagy, nekem például ezért a karácsony az soha nem arról szól, hogy most csak a bevásárlás, meg csak a stressz részéről, hanem igenis az, hogy olyan szinten tudom megélni a kapcsolatot a gyerekeimmel, a családommal, a közvetlenebb környezetemmel, amit nem mindig tudok máshol, mondjuk a rohanó hétköznapokban. Tehát van egy ilyen oldala is, és ez kétségtelen, hogy ez egy ünnephez kötődik, pusztán azért, mert abban az ünnepben van három nap szabadság, mint ahogy most van ez a három nap szabadság. Nagyon egyet tudok érteni veled, és itt, hogyha még az ünnepeknél maradunk egy kicsit, akkor most vegyük le a társadalmi ünnepeket, és maradjunk a személyesnél, és akkor talán még közelebb jutunk ahhoz, hogy a személyesség a családban eltöltött ünnepek. Kapcsolatokról, szeretetről szól, és egy ilyen a karácsony is. Való igaz, hogy a társadalmi ünnepek egy része az azért kiüresedett, formálissá vált, és abszolút értem, amit a Zoli mondott, hogy azon én is felvonulok szép ruhába, vagy mit csinálok, de igazán nincs ott a szívem. Viszont a családi ünnepeknél, ami otthon meghitt körbe történik, ott van az ember szíve. És tényleg nagyon-nagyon kellemes, nagyon-nagyon jó tud lenni. Még akkor is, hogyha vannak viták, mert valóban vannak viták ilyenkor, de valahogy mégis a szeretet áttör az egészen, és ad nekik egy hangulatot. A kis herceg... Bocs, csak egy gondolatot hagyj tegyek, mert ugye tényleg az is jogos, hogy aki kiszorul ebből. Tehát ez a felvetés, és sokan vannak. Igen. És ebből látszik az, hogy milyen nagy dolog az, hogy most csak mondom, hogy a krisnások, vagy bárki ételt oszt, vagy ugye a mi hajléktalan szállónkban is egyszerűen ott vannak az emberek, és akkor van egy közös disznóvágás, ahol megint a közösségnek, mégis az ünnepnek valami atmoszférában. Nyilván nekünk, akik harmonikus kapcsolatokban élünk, kell biztosítani azokat, hogy bevonni olyan embereket ilyenkor, akikről tudván tudjuk, hogy esetleg magányosak vagy egyedülállóak. És ez szerintem pont egy nagyon szép kifejezése annak, hogy megéld a hitedet az ünnepkor is. Bocsánat, nagyon egyet tudok érteni. Ez csak erre föl aztán. Én egy másik irányt azért csak behoznám, tudom, nagyon szép a karácsony, meg jó a karácsony. De még nem tartunk ott. De... Feri mindig előre. De hát azért ez a karácsony, ez a halaknak, meg a pulykáknak, ez az Armageddon, vagy egy holokausztal ér fel. Tehát itt a rakásra gyilkolják a halakat, meg a pulykákat. Arról egyébként nem. Hát ilyen mértékben nem, mert ilyenkor hát azért egy nagy felhúzatal van. Az. Jó, de hogyha bemegy az ember a városba ilyenkor, hát maga az elmegyógyintézet az egy szolid, visszafogott hely, egy bevásárlóközponthoz képest ilyenkor, és az emberek a megváltó születésnapjára úgy készülnek, hogy löbdösik egymást a különböző boltokban, és akkor végig gondolják, hogy na akkor a izének még kell venni ajándékot, mert mit fognak szólni, ha nem veszek ajándékot, és akkor kinek nem vettem, ja Istenem, még ennek is kell, és akkor ez a dolog, tehát igen, igazatok van, és én nekem nem vallásos családból, sőt ateista családból származván, nálunk nagyon jó karácsonyok voltak, mert a szeretet ünnepe volt, meg minden egyebekről emlékeztünk meg a családban, de hát most, ami őrület van a karácsony címszó alatt, hát az is hozzátartozik ez a gyönyörű ünnephez, hogy ennek van egy árnyoldala, egy vallási árnyoldala, hogy össze-vissza beszélünk Jézussal kapcsolatosan, a Jézuskázástól kezdve, aki hozza az ajándékot, odáig, hogy éjféli mise, ami megint fogalmam is, hogy kerül a csizma az asztalra, meg nem egyáltalán. De tehát sokat elkövet, meg tesz a társadalom, meg a közélet annak érdekében, hogy minél kevesebb idő és energia maradjon arra a fajta szeretett kapcsolatoknak a megélésére, az elvárásaival, amire ezek az ünnepek valóban alkalmasak lehetnek, és szerintem is nagyon alkalmasak. Ugye itt a megüresítésről, a kiüresedésnek a témaköre az tényleg egy fontos, mert
Mert valóban az emberek már nem gondolják az alap dolgot, de nem is gondolhatnák, mert kiderül, hogy ezersebből vérszik a dátum is, meg minden. Tehát itt nem arról van szó, hogy az emberek tényleg arra gondolnak, hogy Jézus most megszületett és a világ megváltója testet öltött. Egyébként ez a mi felelősségünk, hogy ezt oda tegyük a gyertyatartóra, csak így zárójelbe jegyzem meg. Hanem az ünnep átvette, önjáróvá vált az ünnep. Önjáróvá vált az ünnep, és a tartalomtól kiüresedett, de az ünnep, mint forma, még erőteljesebb, akár, mint mondjuk régebben volt, és ezért ez az önjáró ünnep, ez már megköveteli ezeket a ajándékozástól, a halevésen át, a pulykán, meg a nem tudom én, mint keresztül, hogy ennek kialakult egy tradíciója. És ez a tradíció, ez nagyon sok esetben köszönő viszonyban sincs valóban az eredeti dologgal, de látszik, hogy mégis nagyon erős. Mégis nagyon erős. És hogyha csak a zsidóság ünnepeit nézzük, én ismerek olyan nagyon hithű, elkötelezett zsidó embert, aki tartja az ünnepeket úgy, hogy nincs egy élő személyes meggyőződése, de nem akarok nyilván senkit sehova minősíteni, de hogy nincs egy élő személyes meggyőződése arról, ami emögött volt. Tehát fogalma nincs a kivonulásról az Egyiptomban, mert nem érdekli őt, az ünnepet megtartja, annak is rendje módja szerint, de mondom, Isten őriz, hogy most bárkit ezzel kritizálni, csak az, hogy tehát ez megvan, és talán nem véletlenül mondta Isten éppen ezért, a sabbattal kapcsolatosan, hogy emlékezzél meg, hogy mi a lényeg. Hogy ne csak maradjon a gyertyagyújtás, meg a ilyen bor, meg az olyan hús, hanem hogy emlékezzél meg, hogy kinyújtott karra, kézzel kihoztalak téged egyébként, és ráadásul ezt a kisgyereknek kellett elmondani, ami azt jelentette, hogy fenn volt tartva ez a dolog. És nekünk felelősségünk van ebben, hogy fenntartsuk, hogy igen, ez nem az abálásról szól, már bocsánat, meg nem az ajándékozásról önmagában. Ezek jó dolgok egyébként, ez nagyon jó dolog, amikor együtt eszik a család, és jól érzi magát, és nagyon jó dolog, ha ajándékot adunk egymásnak hétköznap is, karácsonykor is, hanem azért itt mi megemlékezhetünk arról, hogy mi ennek az igazi lényege, holott mondom, ezersebből vérzik a történelmisége is, az időpontja is, meg az egyebe is, hogy hogyan volt ez. Na bocsánat. Érdekes, hogy mondtad a tradíciót, mert itt kettős alakás. Egyrészt a szokásaink, tradícióink elavultak lettek. Tehát a mostani karácsonynak nincs meg az a szokásrendje, liturgiája, ami régen megvolt a családban. Helyette van egy ilyen, amit te lefestettél nagyon sok esetben és nagyon találóan, hogy a kapkodás, az idegesség. Régen azért én emlékszem még gyerekkoraim karácsonyára, ott meg volt egy gyertyagyújtás, meg volt hogyan mehettünk be, meg voltak az édekek. Persze volt egy szokásrendszere, volt, és ez a szokásrendszer most eltűnt, vagy ötletelések vannak jobbra-balra. Tehát ez átalakult. Már átalakult, de még igazán nem nőtte ki magát tradíciójává. Tehát nincs meg, most a modern ember nem tudja, hogy hova nyúljon gyakorlatilag az ilyen ünnepkor. Ami kiveszett belőle, és nagyon fontos és érintettet, hogy az ünnepnek mindig van egy megemlékezési része, hogy egy ünnepkor mindig meg kell emlékezni valamiről. És a karácsonyból ez is kezdett úgy kifogyni, és való igaz, hogy ez a mi felelősségünk. Úgy ünnepelni, hogy nem emlékezünk meg arra, amit ünnepünk, az mulatás, az bőzsölés, az sok minden lehet. Lehet nagyon jó, meg lehet tényleg a szeretet kifejezése, de még akkor se teljes. És akkor visszatérek a kérdésemhez, amit csináltál egy jó nagy kagyarat felé. Azért hátha volna. Az utolsó kérdésre már válaszoltál. Ő neki kétszer is már nem adtunk szót, úgyhogy hátha van mondandó. Bocsánat, hogy helyes. Hát, ugye én azon, tehát szerintem ez, amikor a tradíciókat feszegetjük, akkor én hát sokszor pontosan ezt a kiüresedett dolgot értem alatta, igen. Hogy ezt szerintem végig kell mindenkinek gondolni, hogy ő valamit miért csinál. És hogyha a válasz az, hogy azért csinálom így, mert 100 éve meg 1000 éve is így csinálták, az a számomra az egy olyan válasz, hogy én attól legszebben a falnak mennék. Tehát, szerintem ez elfogadhatatlan, és nyilván ezt lehet mondani, hogy ez egy ilyen értelmiségi agyalgás, hogy az ember állandóan azon gondolkozik, hogy most én amit csinálok, azt miért csinálom, és jól csinálom-e. Nyilván ezt túl lehet hajtani, de akkor is, amikor ugye az előbb mondtam, hogy meg kéne találni mindenkinek azt, hogy ő mit ünnepel, vagy miért érték ez a számára, akkor kicsit ezt éreztem, hogy végig kéne gondolni, hogy most én ezt azért csinálom, mert elvárják tőlem. Ugye erre nagyon sok ember van, aki azt rühelli, hogyha rákényszerítik valamire. És egy külső kényszerként, hát ugye ezt lehet, nagyon profin is lehet csinálni nyilván, mert ugye az egyházban is gyakorolják ezt, hogy
te azért legyél rendes keresztény, mert ugye az Isten látja, amit te csinálsz, és akkor ennek majd, amikor ennek lesz azért eredménye, mert ezt fölírják, mindent fölírnak a könyvbe, és nyilván így lehet rendes keresztény nevelni, de azért nem így kéne az embernek Istenhez viszonyulni, és az embernek azt végig kell gondolni, most én azért próbálok nem bűnt elkövetni, mert félek Istentől, mert azt mondta nekem a lelkész, hogy ezt az Isten majd az orrom alá dörgöli az utolsó napon, vagy azért nem követek el mondjuk bűnt, mert abba hiszek, ami a Bibliában le van írva, hogy Isten elveti minden bűnünket, és hogyha azt megbánjuk, akkor meg nem emlékezik róla soha. Ez ugyanaz, mint én most én, ha azért nem csalom meg a feleségemet, mert félek, hogy rájön és megveszekedni fog velem, hát ez egy rendkívül rossz motivum. Hogyha viszont a szeretet miatt nem csinálom meg, akkor az egy helyes motivum. Tehát ugyanazt a cselekedetet lehet jó motivumból, meg rossz motivumból is csinálni. És szerintem ezeket az ünneppel kapcsolatban, a karácsonnyal kapcsolatban is végig kell gondolni, mert hogyha valaki ezt kötelességből csinálja, azt ő nem fogja élvezni. És itt ez pedig az lenne a célja, hogy ezt élvezzük, és öröm legyen belőle. És úgyhogy ez a kiüresedéssel, ez nagyon szorosan összefügg, hogy amikor, és különösen amikor a hídben vagy a vallásban csinálunk mi valamit szokásból, hát arra én nem is tudok mit mondani. Tehát érted, meg kell találni az élő tartalmát, vagy Istent, vagy mindegy, miről beszélünk, de hogy az élő legyen, hogy annak tartalma legyen, tehát amikor megszokásból, és hát én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember, aki most rohangál vásárolni, meg mit tudom én, ők ezt nem gondolják végig, hogy akkor inkább ne vásároljál, de akkor legyél, mit tudom én, örüljél, vagy legyél együtt azzal, akivel szeretnél, vagy mit tudom én, de ez a mókuskerék, és a többségnek hihetetlen ereje van. Tehát a többségi vélemény iszonyatosan erős, és ugyanakkor egy csomó többségi vélemény hülyeség. Tehát én minden tiszteletem a világ legnagyobb divatiparának meg minden, de hát a divat az egy agyament dolog. Tehát az, hogy az egyik évben még így kell kötni a nyakkendőt, és a következőben meg úgy is, hogyha nem úgy kötöd, akkor te már mit tudom én milyen vagy, mert és megkapod nagyon durván, és mindennel közvetítesz valamit, hát érted, de ez egy tök relatív dolog. 20 év múlva az egyik ízében még a trapézgatya volt, a másikban még a szűkgatya, és akkor ennek abszolút semmi értelme nincs, de mégis az emberen van egy hihetetlen megfelelni való vágy, hogy alkalmazkodjon ugyanegy a gyülekezetben, amikor azt mondja a pásztor, hogy álljunk föl, és akkor az is, aki nem akar fölállni, érez egy nagyon erős ízét, hogy de ő nem akar fölállni. És akkor ezt meg kell próbálni megmagyarázni, hogy akkor ne állj föl. Így van. És ez, de, tehát ez egy tök globális dolog, hogy mi próbáljuk-e, azon gondolkozunk-e, hogy valamit mondjuk a karácsonyt, miért csináljuk. És nem mindegy a motivum. A kényszerből csináljuk, akkor én azt mondom, hogy ne csináljad kényszerből. Egyébként. Akkor gondolkozz el rajta, hogy tudod-e valahogy nem kényszerből csinálni, hanem örömből. Azt akartam hozzátenni teljesen értve, és egyet is értve, amit a Zoli mond, hogy ugye Jézus Krisztussal pont, ugye ha már karácsonynak tartunk, eljött egy olyan idő, amikor ő fölé emelte az embert ezeknek a kényszereknek, akár a hagyományok, akár az egyéb törvényeknek a kényszere fölé, és behozott egy újat, amit a Kolossi levélben úgy fogalmaz meg Pál apostol, hogy aggódok értetek, mert megtartjátok a hónapokat, az újholdakat, ezeket, és azt mondja, ezek mind a vele való élésre meg fognak semmisen, nincs jelentőségük, mert sokkal fontosabb, hogy Krisztus bennetek van. És Jézus beszélget ezzel az asszonyal, a samarai asszonyal, aki képvisel egyfajta tradíciót. És ebből budjan ki az a kérdés, hogy most ha látom, hogy proféta vagy, akkor mondd már meg nekem, hogy ezen a hegyen kell imádkozni, vagy Jeruzsálemben, hogy melyik az a szent hely. És Jézus teljesen egyértelmű választhat, hogy sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben, hanem az igazi imádok szellemben és igazságban imádják az atyát. Vagyis behozott egy újabb valamit, ami fölé emelte az embert, és fölé emeli az embert annak, hogy kényszerből, vallási vagy egyéb elvárásból tartson meg olyan dolgokat, amik ráadásul menet közben elvesztették a lényegüket és a tartalmukat. De amit a Zoli mondott, oda csatolnék vissza, hogy viszont ha megvan a tartalom, és megvan a valódi érték, és én ezt megünneplem szombaton, sabatkor, pünköstkor, karácsonykor, vagy éppen nem karácsonykor, hanem azért is másik nap, akkor viszont ez egy jó dolog, mert arra használom föl,
hogy megemlékezvén az Úrról, a Teremtőről, az ő dolgairól, valamiféle elkülönülést teszek. És azért meg kell értenünk, hogy a zsidóságnak a megtartó ereje az mégiscsak a tradíciójában van. Az étkezési, a vallási ünnepekben, azokban a tradíciókban, amelyeket sabat, amit évezredek óta tartanak, amik nagyon sok esetben tényleg kiüresedtek, de óriási erővel bírnak. Olyan nagy erővel bírnak, hogy képesek voltak az ünnep megtartása miatt gyorsan megölni Jézust, mert már utána menni kell, és a húsvét beáll húsvét ünnepet, tehát gyorsan öljük meg pénteken az Isten fiát, hogy aztán az Istentől kapott tradíciónknak megfelelően ünnepeljünk. Ez a legborzalmasabb tragédia, ami az emberben érhet, viszont nem teszi hiába való azt, hogy igenis az ünnepeknek a tartalommal bíró ünnepeknek, tradícióknak van megtartó erejük. Egy nemzet számára is, és adott esetben még egy, mondjuk egy kereszténység számára is. No, akkor a következő kérdés, mert feszegettük, hogy keresztény ünnepe a karácsony. Sejtitek, hogy miért kérdezem, mert ateistaként is megültük, ugye Feri, mert mi voltunk ateisták is, elmondhatjuk anó. De ott van India, ahol 3% a kereszténység, mégis ünnep. Nagyon sok olyan ünnep, ország van, ahol abszolút nem keresztény ország, és mégis ünneplik a karácsonyt. Mondjuk Amerikában már finomítanak rajta, mert a karácsonyi fogalmokat veszik ki a áru a kereskedelemben. De a politikai a korrektnek kell lenni. Igen. De a kérdésem tulajdonképpen az, hogy keresztény ünnepe a karácsony? Mitől keresztény ünnep a karácsony, ha igen a válasz, és hogyha nem keresztény ünnep, akkor micsoda? Nem tudom a válaszom, de most... Hát... Keresztény ünnep. Rövid választ kell mondani? Hogyha abból a szempontból nézzük, hogy mi történik az ünnepek során, ugye én nem nevezném annak. Mitől lesz egy ünnep keresztény? De így van, tehát ez nem attól így van, nem a... Hát attól, hogy 24-e munkaszüneti nappá lett volna majdnem nyilvánítva, de mégse lett az, ugye, ha jól tudom. De hát az most szombat, nem vagy mit. Mindegy, de volt egy nem ilyen. Lett az, igen. De nem lett az. De a lényeg az, hogy van itt most 3 nap, vagy nem tudom hány nap arra, hogy ünnepeljünk. És hát itt az embereknek az én becslésem szerint a döntő többsége formalitásból teszi ezt, és jó esetben van egy része az embereknek, akik ebben komolyan veszik azt, hogy hát ha már ide tűzték ki, hogy a messiás eljövetelét és megszületését, hát emlékezzünk meg erről. De van a kereszténységnek egy másik ága, amelyik fóbiában tölti az életét, és én ebben is részesültünk, ugye volt ilyen, hogy a karácsonyfa a legdurvább bálványimádás, ami létezik a világon. Mert ugye az óta nem Baumból nőtt ki, meg a fenyő ünnep, meg a mit tudom én. És hát akkor az Ervinnek egy sikersztória van ezzel kapcsolatosan, amin én rendkívül jól szórakozom évek óta. Ha csak rágondolok, jó kedvem lesz tőle. Aztán olyan van, hogy ugye belekeverik azt, hogy beszél Jeremiás próféta, hogy a gyúrták az ég asszonyának a mákos beigliket. És akkor, milyen jó az a mákos beiglik. És akkor van a kereszténységnek az a babonás, fóbiás része, amelyik a karácsonyfát is betiltja, meg a mákos beiglit is. Milyen jó. És akkor ott állnak a dolgozók, keresztények, hívő emberek, és azt mondják, hogy hát, ha létezik sötét időszak a szellemvilágban, az pont ez a karácsonyi időszak, mert a bálványimádás ilyenkor tombol. Most én nekem az egyikről is az a véleményem, hogy úgy hülyeség, ahogy van, hogy Zolihoz csatlakozza. De ezt nem így mondtam. Bocsánat, igen. A másikról is az a véleményem. Most kapunk egy-két dislike-ot, úgy látom. Mindegy, nem érdekes. Benne van. Hát, izgalmas tényleg. De hát egy lehetőségünk van. Egy lehetőség, nem több. Ez egy lehetőség arra, hogy kifejezzük, hogy szeretjük Isten, de egyébként ezt minden nap kifejezhetjük, és ki is fejezzük. Szellemben is igazság. És kifejezzük azt, hogy szeretjük egymást, sőt, még idő is van erre. És van egy szabadságunk, hogy ezt a dolgot úgy ünnepeljük meg, hogy az ünnep az Istennek a jelenlétében történjen. Tehát én is pontosnak tartom azt, hogy félretéve ezeket a társadalmi elvárásokat, vallási elvárásokat, hát törekedjünk arra, hogy
hogy betöltsük a szeretetnek a parancsát, vagy törvényét, mert az új szövetségben van egy törvény, a szeretetnek, a Krisztusnak a törvénye. És egy nagyszerű lehetőség ez erre. De majd gondolom még erről lesz szó, mi családunkban, mi nagyon szeretjük ezt a karácsonyt. Feri tökéletesen felborította a kérdéseim sorrendjét, semmi gond, mert mindegyikről fogunk még beszélni, való igaz. A kérdése nem volt egész pontos, mert ha azt mondod, hogy mitől karácsonyi ünnepe a, vagy keresztény ünnepe a karácsony, akkor meg kéne mondani, mitől lesz egy ünnep keresztény? Ezt kérdeztem. Mitől lesz egy ünnep keresztény? Kérdeztem. Tehát keresztény ünnepe a karácsony, egyáltalán mitől lesz egy ünnep keresztény? Na, tessék a válasz. Tiéd a válasz. Szólási joga. Azért kérdeztem, hogy rövid választ adsz-e, akarsz-e, mert hát szerintem egyértelműen nem. De hát most... Én nem találom egyértelműen nemnek ezt a hát ezért választ. Mondom, hogy mi alapján? Tehát a, hogyha... Döntsük el, hogy mi alapján, vagy beszéljünk inkább arról, hogy mi alapján minősíthető hát figyelj, keresztény. Kitűzhetek én egy... Én születtem, amikor születtem, de mondjuk én mondhatom-e azt, hogy én egy egész más napon ünnepelem a szülinapomat. Jogom van hozzá? Igen, de most azért nézzük meg, hogy egy 1600-1700 éves tradícióról beszélünk. És a tradíció az nemesít valamit? Igen. Hát ez egy jó kérdés. Ez lehet, hogy nem itt kéne lefolytatni most ezt. Való igaz. Elfogadhatóvá tesz valamit? Az, hogy 2000 éve csinálnak valamit? Hát attól függ. Tehát hát természetesen igen, sok dologtól függ, de azért ez a tradícióhoz, én azt mondom, hogy igen, hogyha sok embernek megnézzük a lelkismeretét, stb. És azért mondom, hogy itt most jó pár dislike-ot szedünk össze, hogyha nem veszük figyelembe azért, hogy sokan nagyon komolyan és teljes érzéssel és teljes odaadással jókat gondolnak erről. Tehát én is nagyon jókat gondolok, de nem azért, hanem annak ellenére. Szerintem ez fontos, hogy azt lássuk, hogy... Tehát tiszteletbe kell tartani azért a másiknak a nézetét is a karácsonyról. Én keresztény ünnepnek tartom személy szerint a karácsonyt, és azt mondom, hogy attól keresztény ünnep, ha keresztényként ünneplem meg. Tehát a karácsony, meg lehet pogánymódra is ülni természetesen, de attól még az ünnep jellege keresztény marad. Tehát én igennel válaszolnék. Miért? Magyarázz el, miért? És május 18-án megünnepelhetnéd a karácsonyt? Én azt mondom, hogy hagyománytisztelő ember vagyok, ha... Ennyi szüleim, nagyszüleim, annak a szülei a kereszténytábor így ünnepelte, miért ünnepelném másképp? Ez a kérdésem. Miért máskor? Na most hagyd mondjak valamit, talán megértésképpen. Ugye ezek az ünnepek arról szólnak, hogy valamikor valamit tett Isten, most hogy keresztény vagy, és erről megemlékezünk. Most, hogy abban az időben mi történt? Volt egy történelmi pillanat, amikor azt mondta Isten, hogy kihozom az én népemet Egyiptomból. És erős karral, és kinyújtott karral, és nagy jelekkel, és nagy csodákkal. És ezt tudjuk, hogy ez így volt, ez bekövetkezett. Tehát ez egy alap, hogy ez egy történelmi valóság volt, a történelemben egy valóság volt, amikor ez történt. És azt mondja utána az Isten az ő népének, hogy márpedig én azt szeretném, hogy te ezt esztendőről esztendőről, hétről hétre, napról, vagy hát hétről hétre emlékezzél meg erről az eseményről. Megemlékezik csütörtökön is, megemlékezhet az a zsidó, hogy ki hozta az Úr Egyiptomba, hát persze, hogy megemlékezhet. De mégis volt egy isteni rend, ami előírta ezt. Most ilyen isteni rendet a keresztény ünnepekben nem látunk, viszont abban annak a megragadása, hogy emlékezzünk meg Jézus születéséről, Jézus haláláról, Jézus feltámadásáról, a bűnkösről, ezek gyakorlat azért, most mondom, vitatva azt, hogy ez időben, meg hogy van, meg jó, hogy ki tölti, meg milyen tartalommal, de azért ezek a történelmi megálló események. Igen. Olyan megálló események, amelyek megtörténtek mondjuk 2000 évvel ezelőtt. Tehát ha ebből az aspektusból közvetítjük, akkor ezek keresztény ünnepek. A húsvét, a karácsony, a pünköst, a többi. Abban az értelemben, hogy ezt bármikor megünnepelhetném, vagy abban az értelemben, hogy ha ez kiüresedik, akkor semmit nem ér, hát ezzel teljesen egyetértünk. Viszont ha én össze tudom kötni a kettőt, össze tudom kötni a Jézus Krisztus születését, és azt, hogy én ezt, most így mondom, a hagyománytól eltérő módon ünneplem, vagy adok ennek egy szebb, egy meghittebb egy dolgot, ezzel végül is nem csinálok rosszat, hanem ha én azt mondom, hogy már pedig aki nem karácsonykor ünnepli Jézus születését, akkor az nem is ünnepli, mert azt akkor kell, az ez a hülyeség. Tehát ezzel én teljesen egyetértek, és ezért mondtam azt a példát, hogy
az igazi imádók szellemen és igazságban mindenkor imádják az atyát, mert az imádás a lényeg, és nem az időpontja, és nem a hely, hogy Jeruzsálemben vagy hol. Tehát én azt gondolom, hogy ha én tényleg meg tudom tartani azt, és ebben tényleg felelősségünk van, hogy tegyük a gyertyatartóra, meg tudom tartani azt, hogy igenis Jézus születése, mindegy, hogy mikor volt, de én most ennek adok egy ilyen megkülönböztetett módon való akármit, akkor én szerintem ennek helyt kell adjunk, vagy ezt el kell fogadjuk, és azt is el kell fogadjuk, ha valaki ilyenkor kimegy a természetbe, és hógolyózik, és abszolút nem köti ezt össze. Ezt akartam mondani, ez nagyon fontos szerintem, hogy most az, hogy mondjuk én, nekem az a véleményem, hogy a bizonyos ismérvek szerint, ha nézem, akkor ez nem keresztény ünnep, ez egy nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ezzel nem minősítünk mi senkit. Igen. Tehát nekünk meg kell adni a szabadságot mindenkinek, hogy úgy éljen, ahogy akar. Nem is minősítettem, én maga az ünnepi jellegére kérdeztem. Én csak azt akartam mondani, hogy ezt értsük meg, hogyha azzal, hogy én valamit máshogy szeretnék csinálni, mint a szomszédom, azzal én őt nem minősítem. Az a fontos, hogy mi adjuk meg a szabadságot egymásnak, hogy amíg nyilván bizonyos korlátok között, mert a társadalom az különben anarchiává válik, hogyha nem tartunk be bizonyos szabályokat. Nem szabad. Tehát, de nyilván bizonyos korlátok között adjunk ezt meg kell adjuk. Igen, és ez nem szabad. Tehát érted, nem ítélhetjük el szerintem egymást. De itt szó nem egy volt más arról, hogy bárkit is elítélünk. Nem, most nem neked mondom, csak hogy érted, ki tudja, igen, hogy ki fogja megnézni ezt a izét. Legyen ez tisztában, hogy itt szó nincs arról, hogy bárki bárkit elítélne amiatt, hogy valamit máshogy gondol. És minket se lehet elítélni azért, mert bármit máshogy gondolunk. Ha betartjuk a társadalmi izéket, itt élünk, békességben kellene nekünk élni egymással. És hát ha már karácsony van, akkor ezt gyakoroljuk is. Hát itt szó nincs arról, hogy mi bárkit, nem tudom kinek tartanánk, ha esetleg azért, mert egy-két megjegyzés úgy hangzik el, ahogy szó nincs erről. Hanem ez az nagyon fontos, hogy érjünk békességben egymással, tök mindegy, hogy miben hisz a szomszédom, meg a akárki. Igen, mert ehhez egy kérdés van, és akkor ez most én hozom föl a sorrendet, és hozom ide, ugyanis karácsonykor a legkülönbözőbb nézetű, legkülönbözőbb vallású, vélekedésű emberrel ülünk le egy asztalhoz a családból, hogy ezt hogyan tudjuk jól kezelni. Tehát ez lett volna az egyik kérdése, mert katolikus, református, ateista, stb. Egy ugyanannál az asztalnál foglal helyet, ugyanannak a szeretetnek kell a családban megnyilvánulnia, hogy érdemes-e belemenni vélekedésekbe, vitákba, stb. Vagy mi a helyes? Hogyan lehet ezt jól csinálni? Én felolvasnék ebből a Bibliából, fel is készítettem ide, mert úgy gondolom. Egyébként annyi apró distanciát tennék az ünnepekkel kapcsolatosan, hogy a páska ünnepet, meg a pünkösdőt, azt közvetlenül az Isten rendelte el. Én sehol nem olvasok a karácsony elrendelésén, arról se olvasok, hogy Jézus születésnapját bárkinek meg kéne ünnepelnie. De elfogadom, és én mondom, nagyon szeretem ezeket az időszakokat. Nagyon jó ez, és szeretek készülődni rá, szeretek ajándékot venni, szeretek, amikor együtt díszítjük a fát, meg szeretem, amikor minden együtt van az egész család. Ez nagyon-nagyon jó lehetőség. De úgy gondolom, hogy az Ervinnek tökéletesen igaza van, meg a Bibliának van tökéletesen igaza, hogy szellemben és igazságban. Mert ilyen imádókat keres az Isten. Pálnak a rómaiakhoz írt levelében a 14. fejezet így irányít minket igazi tudva. Hídben erőtelent fogadjátok be, ne ítélgetvén a vélekedését, karácsonyra is igaz. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet, a hídben erőtlen pedig zöldséget eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne károsztassa azt, aki eszik. Mert Isten befogadta őt. Kicsoda vagy te, hogy károsztatod a másiknak a szolgáját, szabadság ugye, az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az úr által képes, hogy megálljon. Emez egyik napot különbnek tartja a másiknál. Amaz pedig minden napot egyformának tart. Kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel. Aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik. Mert hálákat ad Istennek. Aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ad Istennek. És így tovább Pál mondja, azt mondja utána, hogy tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Ha atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem a szeretet szerint cselekszel.
ne veszítsd el a te ételedért, ünnepedért, akiért a Krisztus meghalt. Tehát Pál világosan elmondja, meg a Biblia világosan elmondja, hogy mi nekünk nem az a dolgunk, hogy itt megrendszabályozzuk a többieket, meg akár magunkat se. Ez az ünnep nem arra való, meg az összes ünnep nem arra való, az egész élet nem erre való. Hanem arra való, hogy szeretetben elfogadjuk egymást, az ateistát, a buddhistát, a mohamedánt és minden egyebet, mert Istennek a szeretetét, van egy lehetőségünk például ilyenkor a családtagjaink felé, vagy kívülvalók felé, ilyenkor van egy lehetőség, mert valahogy mégiscsak bekerül ez a Jézuska, vagy Jézus, vagy érted, kinek hogyan bekerül a látókörébe. És lehetőségünk van arról beszélni, hogy azt, akiről itt most ilyen furcsa módon beszélnek, azt történetesen mondjuk személyesen ismerem. De erre megint nem tud szabály csinálni. Nem is tehát az egyik alkalom, lehet, még ugyanabban a családban is. Lehet. Egyik alkalommal meg lehet csinálni, másik alkalommal jobb, ha nem szólsz egy szót se. Nem lehet szabályt csinálni semmire gyakorlatilag. És nem is kell. Viszont nagyon érdekes az, hogy amikor ez valahogy teret nyer, akkor viszont azt látod, hogy a gyerekekbe is, mert egészen pici koruktól kezdve, de mai napig, most már az unokákba is, viszont egy óriási pozitív várakozást is fejt ki. Tehát egyszerűen várják, örülnek neki, szeretik, stb. Tehát van egy ilyen oldala is, és teljesen minden szavával egyetértve természetesen az igének, és mondtad is, hogy te ugyanezt mondtad, csak nem tudtad ilyen szépen megfogalmazni, hogy ez így van. És ezt nem mondjuk meg magunktól sem. Tehát az életben is találunk, és tényleg van, aki a felhő fotózásba leri a valahogy a szépségét, mert azt mondja, hogy hát ilyen, hogy ez mindig más, és ez ilyen, ez, és nézd meg, és nekem nem jelent olyan nagyon nagy másságot, meg nem tudom én mit, de tiszteletbe tartom, és tényleg, amikor elmagyarázott, így akkor pedig elfogad. Mondjuk adott esetben, ha ez a feleséged, akkor meg különösen. Tehát vannak ilyen dolgok az életben, és örülünk egymás örömének, és nagyon örülünk annak, hogy ő neki ez valamiféle olyat ad, ami pozitív. Ha azt mondanánk, hogy akinek nem tetszenek a felhők, az mind utálja az Úr, legyen átkozott, akkor pedig azt mondom, hogy a lehető legszélsőségesebb dolgot mondanánk, és ez kétségtelen, hogy sajnos így van az ünnepekkel is, az ünnepek elemeivel, meg akkor különösen gondolom majd rátérünk, mert még egy 10 percünk van. 10 percünk van, a kérdésre akartam rátérni, mert gyakorlatilag mindent érintettünk, amit akartunk érinteni. Különösen köszönöm azt, hogy ezt felolvastad, és ebben az is benne van, hogy ne szóljuk le másiknak a szokásait se. Tehát se a vélekedését, se a szokásait, és nagyon sokszor beleesünk ebbe a hibába, és könnyen bele lehet esni, mert mi azt hiszük, hogy tudjuk a tutit. Nem tudjuk a tutit. Én azt mondom, hogy innen adjunk teret a kérdéseknek. Még lenne én nekem egy kérdésem az Ervin felé, mert azért enélkül ez az este semmit nem ér, hogyha el nem meséli a karácsony hisztériát. Tehát ugye egy tradicionálisan keresztény családban nőttünk fel, és egy nagyon puritán hit, illetve életforma, bocsánat, nem a hit, hanem életforma alapján, és ezért nálunk nem volt divat a fenyőfa állítás és a karácsonyfa állítás, nem tartozott bele, pontosan egyébként azért, mert a szüleim is ilyen nagyon egyszerűen mondták, nem a fenyőfáról ne szóljon semmi, meg ne szóljon ezekre a dolgokról, azzal együtt, hogy a gyülekezetben megtartották és ünnepelték, és akkor karácsonyi énekeket énekeltek, tehát megvolt ez a része, de fa nem volt. És amikor a nővéreim már, ugye én a hatodik vagyok a családban, amikor a nővéreim már felnőttekké váltak, nagykorúvakká váltak, akkor viszont ők megtehették azt, hogy olyan dolgokat is csináltak, úgyhogy együtt lakott akkor még a család, ami nem zavarta a papámat, tehát nem pontosan egyébként egy toleráns ember volt, ő magának nem állított soha, nekünk nem volt televíziónk, de ha elmentünk és tévét néztünk, hát akkor az nem tudott mit csinálni, de azt nem engedte, hogy behozzuk. Na, a fenyőfával nem így volt, behozták. És a nővérem, az egyik nővérem, jó, vagány volt, és ő nem volt nazarénus, és ezért
hozott fenyőfát, és akkor a fenyőfát, az nem volt egy olyan nagy fa, mert más, egy méter, másfél méteres lehetett a fa, asztalra föl volt téve, gyönyörűen feldíszítettük, és hát ugye érdekes dolog volt, hogy szenteste napján ugye állítottuk föl, és akkor jött egy vendég, egy olyan vendég, aki köztudottan rettenetesen tradicionális nazarénus hírére talán állt. Talán egy presbiter volt. És hát nem volt az, de a gyerekszolgálatnak a vezetője volt, és egy nagyon-nagyon köztiszteletben áll, és egyébként nagyon-nagyon nagy tiszteletem a mai napig is a bácsi iránt. Az, hogy szenteste beállít egy másik családhoz, ez egy külön történet, most ebben nem menjünk bele. Az volt a lényeg, hogy a Józsi bácsi beállít hozzánk, becsöngetett hozzánk, és ugye amíg a bejárattól beért a szobáig, addig beviharzott a nővérem, ez a bizonyos nővérem, aki fölálltott a fenyőt, és elkiáltotta meg, hogy itt van a Józsi bácsi, és fölkapta a fenyőfát, és kinyitotta, ugye ilyen nagy szekrények voltak, álló szekrények, és fogta és bevágta, úgy, ahogy volt, tízestől, mindenestől, ezért bevágta a szekrény, és rácsukta az ajtót. Ez idáig nagyon jó volt, mert ugye kerüljük a botránkoztatást, de nem ez volt a poé, hanem az volt a poé, hogy apám, aki nem tudta, hogy hova került a fenyőfa, a beszélgetés kellős közepette, valamit ki akart venni a szekrényből, és kinyitotta, és hát ahogy szokott lenni, ugye nem a mumia esett ki, hanem a fenyőfa, így egy az egybe kidőlt a fenyőfa, úgyhogy az egész jelenet, hát az, ugye a Józsi bácsi is csak mosolygott a bajusza alatt, és aztán sok sűrű magyaráz közepette elmondta, hogy hát nem én, hanem hát a gyerekek, tudod, ők még nem nazarénusok. Na szóval akkor a dolog el lett rendezve, és igazából gyönyörűen elmondja azt, hogy tényleg, ugye azt mondja Pál, hogy nem eszek húst, hogyha ezzel botránkoztatást okozok, mert egyébként szabad vagyok még akár bálvány áldozati húst is megenni. Úgyhogy mi is így jártunk, hogy amit legjobban el akartunk kerülni, hogy megbotránkoztassuk a Józsi bácsit, hát az nem sikerült, mert a Józsi bácsi rosszkor, rossz helyen volt, és a papám nem tudván, hogy hova került a fenyőfa, lebuktatta az egész családot. És akkor csak annyi, ha már nálam van a szó, és tényleg befejezem, hogy ez mindig is kérdés volt, és amikor még a bálványnak volt kiállítva a fenyőfa, mi akkor is állítottunk fenyőfát, és nem tiszteltünk, és nem hódoltunk előtt, és nem térdepeltünk le előtt, hanem egyszerűen ugyanúgy, mint egy szobadísz, vagy egy szép virág a lakásban, ebben az időszakban azóta is mindig ott van, és ha valaki hozzánk február elején jön, akkor még mindig ott fogja találni. És azért, mert egyszerűen a csajok, látom, hogy ez nekik egy külön valamiféle, nem tudom, felszabadít valami hormont, amitől nagyon jól érzik magukat, nagyon tetszik nekik, én meg nagyon örülök, hogy tetszik nekik, és én magamtól biztos, hogy nem állítanám föl, mert lusta is lennék hozzá, meg nem is érdekel annyira, de az, hogy ők fölállítják, és gyönyörűen kidőszítik, és ez egy esemény, és ebbe bevonják most már az unokákat is, és akkor ők is teszik, ez meg egy nagyon szép dolog, és semmi köze nincs se a bálványhoz, se a nem tudom én mihez, hanem ez egyszerűen egy dísz a lakásnak ebben az időszakban. De nálunk a lámpák egész évben égnek. Én nem szerint. Látod, mindig karácsony van. Nálunk meg két karácsonyfa van. Na. Egy Gödön, nálunk, egy Miskolcon. Nálunk meg úgy van, képzeljétek el, hogy volt egy olyan, hogy ugye volt a karácsonyfa, és most már ugye ez a nagy fiam, akkor még 2,5 éves lehetett. Na, az is jó sztori. És áprilisban vagy májusban jött hozzánk vendégségbe, vagy jött bárki, akkor oda ment hozzá, elvitte a szoba sarkába azt az illetőt, és közölte vele, hogy fa. Ott már nem állt semmi, csak fa. Hogy ott állt a fa. Maradandó nyomot hagyott benne. Marad, igen. De úgy gondolom, hogy semmiképpen nem szeretnék senkit lebeszélni semmiről, meg nem szeretnénk. Használjuk ki ezt az ünnepeket arra, hogy szeressük egymást. Szeressük Istent, fogadjuk el az Istennek a jóságát, élvezzük, emlékezzünk meg arról, ha tehetjük, hogy az Isten jót végzett felőlünk, és ezért küldte el a fiát, és ezért lett Jézusban az ige testé, és élvezzük egymás társaságát, és mindenféle konvenciótól, elvárástól, mentesen, szabadon örüljünk annak, hogy van egy ilyen lehetőségünk arra, hogy kifejezhetjük, ha már intézményesült formában a karácsony ideje alatt egymás felé a szeretetünket, az odafigyelésünket,
méltánylásunkat, az elfogadásunkat. Szerintem nem kell teológiai vitákat folytatni, nem is érdemes, meg egyáltalán. Jó dolog az, hát én például arra készülök, hogy nagyon jót fogok pihenni. Olvasni, kirándulni, meg ilyen dolgok. Jó, de hogyha már a szeretetről beszélünk, mert ugye ez a szeretet ünnepe, azért azon érdemes elgondolkozni, hogy most megint ez ne egy kipipálandó izé legyen, mert mondjuk az, hogy tehát az a szokás, hogy most akkor elmegyünk, megesszük a anyukánknak a főztjét, aztán rá se bolyszintunk, az egy évig, az nem biztos, tehát, hogy... Nem az történik, ez, amiről most a Feri beszélt. Így van. Tehát csak ugye, hogy ez megint olyan dolog, hogy ezt érdemes magunkat megvizsgálni, hogy azt, amit most megünneplünk, azt csinálom-e mondjuk évközben, rátelefonálok-e, hogy hogy van, meg mit tudom én, stb. Jó. Mert ugye engem ez foglalkoztat, mint műszaki embert, hogy meg lehet-e mérni a szeretetet valahogy. Literre, kilóra, forintra, időre. Hosszára. Valahogy. Mélysége, magassága, szélessége. Hát igen, itt tulajdonképpen igen, van neki elvileg. És hát ugye mondjuk ráfordított időben, vagy ilyesmiben mindenképpen meg lehet, hogy a másikkal mennyit foglalkozok, mennyit. És, de ugye ezt nem szabadna egy napra kipipálni. Hogy azért ajándékot kapott, viszont látásra jövőre. Tehát mondjuk azért nem ez a cél talán. Jézus pontosan ezért korholja kora farizeusait és írástudóit, hogy megtartjátok ezeket, és mondjátok, hogy például mivel megsegíthetnélek, az templomi ajándék, és azt mondját, teljes képmutatásba viszitek az egészet, és ezt kell cselekedni, és azt sem elhagyni, tehát nem azt mondta, hogy azt felejtsétek el, hanem azt mondta, hogy sokkal fontosabb az irgalmasság, a könyörületesség, a szeretet, a megemlékezés, és ez teljesen igaz, hogy sajnos az ünnepeknél nagyon kialakult a képmutatás, és ezt erről lehet beszélni, hogy valóban képmutató módon akkor szeretünk, képmutató módon akkor, mit tudom én, együtt vagyunk azzal a rokonnal, akit utálunk egyébként, és nem akarunk együtt lenni vele. Bár én felvetem annak a gondolatát, hogy és tudok ilyenről, hogy bizony tényleg volt egy ilyen karácsonyi közös dolog, ahol számot vetettek egymással, és a vége happy end volt, abban az értelemben, hogy bizony megbocsájtottak egymásnak, bizony egymás nyakába borultak, és bocsánatot kértek, és valahol ez az ünnep megtelt egy hatalmas nagy áldással. És ez egy jó dolog, és hogyha ez is nyilván benne lehet, és az is benne van, hogy borzasztó képmutatón odaadjuk az ajándékot, és közben azt gondoljuk, amit gondolunk, hát, de ezt ugye ez ne így legyen közöttetek, különösen ne, azt mondja. Nem is így van. hogy igen. Ebben az évadban akkor befejezzük ezt a sorozatot, ami a Tegyük a helyére, ez volt az utolsó ebben az évben, és a jövő év közepén, január közepén szeretnénk folytatni valahogy a január folyamán, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük, hogy részt vettetek, hogy bekapcsolódtatok ide, és várunk szeretettel vissza benneteket január közepe táján.